kisebb kárt okozó csalásvédség elkövetése miatt folytatunk eljárást abban az ügyben, amelyben maga az elkövetési cselekmény az március 13-án történt. Sajnos a körülmények azok nagyon-nagyon klasszikusnak mondhatóak. Egy internetes kereskedelmi oldalon sértett rendelt két mobiltelefont, az árát elutalta a két telefon, tehát két új telefonról beszélünk ezekben az esetekben 200.000 forint volt a két telefonnak az ára. A pénz átutalását követően az eladót nem tudta elérni a sértettünk, illetve a megrendelt árucikk sem érkezett meg. Ebben az ügyben 200.000 forint a lopási kár. Ez az ügyel kapcsolatban szeretném felhívni arra a figyelmet, hogy az internetes vásárlásoknál mindig legyünk körültekintőek, tehát mindig olyan helyről próbáljunk vásárolni, amelyeket esetleg utána tudunk ellenőrizni. Tehát a kereskedelmi oldalaknak van egyfajta olyan szolgáltatása, hogy pontozzák a különböző hirdetőket, tehát ezeknek azért, illetve tesznek hozzá bejegyzéseket, ezeknek azért próbáljunk utána nézni, hát ha kisebb eséllyel tudunk így tévedésbe esni. Szabálysértési értékre elkövetett lopásvédség miatt folytatunk eljárást abban az ügyben, amelyik március 16-án az éjszakai, inkább hajnali órákban történt Ebesen. Az történt, hogy az egyik helyi lakos a sörözőben italozott, majd valószínűleg az alkohol hatására elszendeltett a padon, és mire felébredt, eltűnt a kerékpárja, illetve a padon mellé helyezett táskája, amelyben készpénz, illetve személyes iratai voltak. Állatkínzás büntette miatt indult eljárás egy hajdúszoboszlói lakos ellen abban az ügyben, amelyben az eddig rendelkezésre álló adatok alapján 2014 januárjától a bejelentés napjáig elmulasztotta a lakásához tartozó gazdasági területen tartott 26 darab juhát etetni, itatni, illetve egy közel 500 kilós szarvasmarháját. Ezek az állatok éhen és szomjan pusztultak. Az egyik szomszéd tett bejelentést ebben az ügyben, amelyben gyorsított eljárás gyorsított eljárással állítottuk bíróság elé ezt a szemét. A bíróság meg is hozta ebben az ítéletet. 2 év börtönbüntetés kapott az elkövető. A büntetés végrehajtását azonban 4 évre felfüggesztette, illetve 4 évre eltiltotta a mezőgazdasági állattartástól. Április 2-án 10 óra 30 perc körül történt egy szabálysértési értékre elkövetett lopás. Hajdúszoboszló Kálvin tér postája előtt egy lezárt állapotban lévő kerékpárt tulajdonított el ismeretlen személy. A bejelentést követően a kollégáim a helyszínre érkeztek, majd rövid adatgyűjtést és tanúkutatást végezve helyszín közelében visszatartottak egy személyt, aki épp az eltulajdonított kerékpárral közlekedett. A kerékpárt a sértett felismerte, ezt követően a kollégáim behozták az elkövetőt, ahogy gyanúsítottként került kihallgatásra. Szabadlábon védekezik. Szabálysértési értékre elkövetett lopásvédség kísérlete miatt indítottunk eljárást abban az ügyben, amelyik április 5-én hajnal fél 2 környékén keletkezett. Hajdúszoboszló Ibolya utca egyik felújítás alatt álló ingatlanába próbált meg behatolni két hajdúszoboszlói lakos. Cselekményük elkövetése során szerencsére a szomszéd észlelte, tehát a hangokra felébredt és értesette a sértetet, aki a helyszínre érkezett, illetve a kollégáim is a helyszínre érkeztek, és a helyszín közelében elfogták a két hajdúszoboszlói lakost. Elfogásukat követően elejtották őket a rendőrkapitányságra, ahol gyanúsítottként kerültek kihallgatásra, az ügy körülményei majd ezt követően kerülnek pontosításra. Szabálytalan sávváltás miatt történt egy közlekedési baleset március 29-én fél 10 körüli időben. Itt az történt, hogy egy Suzuki Wagoner típusú személygépkocsi haladt a Betlen utcán a Hősök tere irányába, a Szilfákai utca irányába. Sávváltásra készült, illetve úgy kezdett bele a sávváltásba, hogy elmulasztotta a ezt megelőző
kötelező körültekintést is, így érintőlegesen összeütközött a belső sávban haladó másik személygépkocsival. Szerencsére a két járműben keletkezett viszonylag csekély értékű anyagi kár, 100 000 forint kárra nyilatkozott a két sértett, anyagi kár keletkezett, személysérülés ebben az esetben nem történt. Április 5-én 21 óra 30 perc körüli időben közlekedett egy teherautó a Hajdúszoboszló-Kabai úton. A szennyvízterep magasságánál járva azt észlelte, hogy az úttest közepén egy személy fekszik. Megpróbált elkormányozással kikerülni a balesetet. A személy nem is tudott el, azonban a mellette szintén az úttesten fekvő kerékpárján keresztül hajtotta a tehergépkocsival. Kerékpár okozott sérüléseket a tehergépkocsiban, szerencsére a személyben sérülés nem keletkezett. Ebben az ügyben szabálysértés miatt folyik eljárása az úttesten fekvő személlyel szemben. Itt lehet-e tudni, hogy miért feküdt az úttesten? Erősen ittas állapotban volt, tehát valószínűleg a részegsége folytán elaludt az úttesten, miközben közlekedett.